1993-ban végeztél a Gödöllői Egyetemen mezőgazdászként. Azt hiszem, hogy meg se kell kérdeznem azt, hogy neked egyenes út vezetett az agrártársadalom felé, hiszen óriási kötődésed van az agráriumban. Hát nagyon nagy kötődésem van az agráriumban, hiszen édesapám is az agráriumban dolgozik, még jelen pillanatban is nyugdíjasként, és kisgyerekkoromban már 5 éves koromban a határt jártam édesapámmal, ő agronomus volt egy Baja környéki faluban, és hát ott fertőzöttem meg az agrárium szeretetével, az állatokkal, a növénytermesztéssel, és ott tapasztaltam meg azt, hogy aki az agráriumban dolgozik, a vidéki parasztember, az agrárius, az milyen sokat kell, hogy dolgozzon szezonban, és én megkedveltem ezt, és megtetszett az az éles stílus. Milyen volt az ő tulajdonképpen árnyékában elkezdeni a szakmát annak idején? Nem volt könnyű, hiszen édesapám, ha szabad ezt mondani, akkor neve volt az agrárszakmában, és nagyon sokan ismerték, főleg azért, mert érdeképviseleti szervezetnél töltött be vezetőbeosztást, és nagyon sokat járt az országba is, és országos rendezvényeken is, úgyhogy hallhatták édesapám szavát többen. Nem volt könnyű így elkezdeni, de akár édesapám, de visszamehetnék akár a papámra is, mindannyian maximalisták voltunk saját magunkkal szemben is, és a munkát tartottuk elsődlegesnek, és emellett a tanulást, hogy folyamatosan képezzük magunkat, és haladjunk előre is. Úgy gondoltam, hogy ez nem egy lehetetlen feladat, hogy kilépjek az árnyékából. Hol kezdted az életet, a nagybetűs életet? A nagybetűs életet Felsőszentivánon kezdtem, és édesapám tanácsát kértem ki egyetem után, amikor megkaptam a diplomát, hogy hova menjek. És megkérdezte édesapám, hogy pénzt akarsz keresni, fiam, vagy tanulni? És mondtam, hogy én tanulni szeretnék most elsősorban, pénzt majd ráérek később is. És így Felsőszentivánon kötöttem ki a Vancsó Józsefnél, aki mellett nagyon sokat tudtam tanulni, és az ottani csapattól, hiszen azok, ez több embert érint, akiktől nagyon sokat tanultam, és valójában az indított meg a pályám elején, ott nagyon-nagyon sok mindent magamba tudtam szívni, és meg tudtam tanulni. Ugye egyetem után rögtön az volt, hogy nem mentünk Nászútra, feleségemmel is értődött emiatt, mert úgy voltam vele, hogy egy agrárosnak 40-42 éve van arra, hogy tanuljon a következő esztendőből. egy növénytermesztőnek, de egy állattenyésztőnek még ennél is kevesebb, hiszen mondjuk egy szarvasmarhánál egy döntés 5 évet igényel, hogy lássuk a hatását, tehát az még kevesebb. Úgyhogy a Nászút kimaradt, és én az első aratásra már rögtön a diplomaúszta után bejelentkeztem, úgyhogy ott voltam. Mit tanultál Jóskától? Szemléletmódot leginkább. A munkában az emberekkel való bánásmódot, hogyan kell stratégiákat építeni. Volt egy mondás, amit nem felejtek el, hogy tanuljam meg a pénzügyet, számvitelt, mert ha nem tanul meg, akkor a főkönyvelő azt csinál az árszámadásra, amit akar, még akár be is csaphat. Úgyhogy dr. Francsovics Istvántól, aki ott a főkönyvelő, ott nagyon-nagyon sokat tanultam, és ott valójában megtanultam nagyon komolyan a pénzügy számvitelt, és az agrárgazdasági, agrárközgazdasági kérdésekre a válaszokat nagyon sok helyen megkaptam, és azóta is képzem magam folyamatosan. Aztán eljöttél Jóskától. A sokadik megkeresésre mondtam igent, de természetesen úgy, hogy nem vágtam el magam mögött, nem csaptam be magam mögött az ajtót, és kaptam egy lehetőséget, az akkor igen perspektívikusan növekedő agrárintegrátori céghez, a Trigofix Kft-hez. A tulajdonosnak az volt a terve, hogy kétfelé bontja a Dunán túli részre és a Dunán inneni részre a céget, legalábbis a tevékenységet, felvásárlás, integráció. És nekem már megvolt az albéletem Pécsen. Pihenőidőben voltam, szabadságon voltam, 30 napot megkaptam egybe a Jóskát, mert nem vettem ki előtte évekig, és akkor hívott a Kárpáti László, a Trigofix tulajdonos, hogy beszéljünk már gyorsan, merre vagyok. Másnap délután találkoztunk, és letett elém egy főkönyvi kivonatot, és kérdezte, hogy mit csináljon. Mondtam neki, hogy hagyni kell felszámolásba, és ő mondta, hogy nem hagyhatja, mert résztulajdonos, és a bankok nem fogják elhinni, hogy ő nem vette be tevékenyen részt, hogy ilyen rossz gazdasági helyzetbe került ez a cég, és akkor mondta, hogy tegyem rendbe. És ez volt a Bácsagró ZRT,
és nagyon komoly, tehát felszámolás előtti, vagy csőd előtti állapotból kellett újra tervezni és újra alakítani. Nagy kihívás volt. A billetet felmondtam Pécsen, és ugye hát jött egy még újabb feladat, de ugyanattól a tulajdonostól az, akihez elmentem, és így lettem a Bácsagró ZRT-nek a vezérigazgatója. És hát rögtön ilyen szempontból egy nehéz víz volt, hiszen ott volt a Demoklész kardja, hogy a céget mégsem lehet életbe tartani. Sikerült ezt megoldani, tehát részben reorganizálni az ottani tevékenységeket, mert elég nagy káosz és elég rossz szakmai metódus szerint mentek. Részben pedig a hitelezőkkel kellett megállapodni, hogy halasztott fizetésekkel hogy fizetem ki, vagy hogy fizetjük ki ezeket az adósságokat. És egy év alatt sikerült nyereségessé tenni a termelést, és az ütemezett módon a visszafizetéseket, és későbbi történet már, de megjegyezték, nem tudták, hogy ki vagyok, de az akkori IKER-nek a pénzügyi igazgatója egy későbbi találkozón megjegyezte, hogy akkor te vagy az az Antal Gábor, aki napra pontosan fizetési ütemezés szerint utalta a pénzeket, és ez nekem jó eső érzés volt. Hogy kerültél a Hódmezőgazda ZRT élére? Hódmezőgazda ZRT-hez úgy kerültem, hogy itt a Bácsagról, és ugye önmagában a bácskai tevékenységem során azért szoros kapcsolatba kerültem Harsányi Zsolttal, és hát a Kárpáti Lászlóval már együtt dolgozva, ők voltak kezdetben Déli Józseffel kiegészülve a tulajdonosai a Hódmezőgazda ZRT-nek, és már amikor megpályáztak Hódmezőgazda ZRT részvényeire, ajánlatot nyújtottak be az államnak, APVRT-nek, akkor jelezték felém, hogy hát akkor ezt kell majd csinálnom, keresek magam helyett utódot, hogyha ez az ügylet, ez az akvizíció sikerül. Nem nagyon kérdezték, hogy akarom-e vagy nem akarom. Illetve akkor a László volt ugye közvetlenül a tulajdonosom, de ez egy szempontból jó is volt, mert nem csak az alkupozíció miatt, ez egy elismerés is volt az addigi munkámnak is, hogy ők hisznek abban, hogy én alkalmas lehetek ennek a feladatnak az ellátására. És így jött az, hogy akkor elkezdtem magam helyet keresni utódot már május-június tájékán, és valamikor akkor a nyár elején meg is jött az értesítés, hogy elfogadták az ajánlatot, és az akvizíciós szég meg tudja vásárolni a Hódmezőgazda ZRT eladó részvényeit, ami az APVRT-nél eladó volt, és ez valójában egy többségi részvénycsomag volt. Volt valamennyi dolgozói részvény. Milyen kihívást jelentett ez neked akkor? Hát ez nagyon nagy kihívást jelent, és ugye több mozzanata van az embernek az életében, amit nem felejt el, egy-egy mondat, egy-egy kép, egy-egy történet. És hát itt is édesapámhoz kapcsol egy mondat, amikor a Baján az ő munkahelyén találkoztunk, ősztájéken mondta azt, amikor éppen mentem be hozzá, hogy a otthoni szőlőkről és az otthoni gazdaságra egyeztessünk, hogy most már lehagytál, fiam. Ugye ez egy jó dolog volt nekem, hogy elismeri édesapám a munkámat, de szerintem neki is jó volt, hogy nem az árnyékából élek, és ugye most már többször megjegyezte, hogy nem azt mondják, hogy az Antal Gábor László fia, hanem az Antal Gábor apukája. Az volt az alapelv, és ezt a tulajdonosok el is fogadták, hogy megpróbálok az itteni csapatból átstruktúrálni és építeni egy olyan csapatot, ami egy másik irányba fog innentől kezdve tovább menni. Ez nem azt jelenti, hogy 180 fokos fordulat, inkább egy ilyen finom, néha durva hangolás, de inkább egy finom hangolás bizonyos ágazatokban, és hogy haladjunk együtt. És megpróbáltam azt a szaktudást, szellemi kapacitást használni, ami itt van. Itt volt és itt van mai napig is, és azt gondolom, hogy nem kellett túl sok embert kívülről hozni, nem kell túl sok külső humán kapacitás ahhoz, hogy azt a szintet érje el ez a társaság, ez a gazdasági társaság, amit elért az elmúlt időszakban. Azért kapcsolatban maradtál az Alma Materrel, az egyetemmel, hiszen oktatóiddal is tartod a kapcsolatot, sőt, hát tanítasz is, illetve hát szaktanácsadói csapatba kerültél nem olyan rég. Igen, nekem büszkeség a mai napig, hogy én Gödöllőn végezhettem, és abban az időben egy erős belépési küszöb volt, amikor én felvételiztem oda 1987-ben, és ugye egy év katonaság után tudtunk elmenni az egyetemre, akkor tudtunk kezdeni.
nagyon magas volt a belépési küszöb. Ha jól emlékszem, 2 pont differencia volt a 120 pontos rendszerben az általános egyetem és a Gödöllő között. Nagyon sokat kaptunk az alma matertől, az egyetemtől, a tanárainktól is, akik egy jó részével a mai napig tartottam és tartom a kapcsolatot, sőt a munkám folyamán segítettek is nekem is még tovább tanulni és újabb információkat szerezni, illetve segítettek meggyőzni a kollégáimat, hogyha kollégáimmal nem értettem egyet bizonyos dolgokba, és nem feltétlen hitték el azt, amiben én hiszek, még tudtam, hogy az a jó út, akkor segítséget vettem igénybe Birkás Márta professzorasszonnyal az élen, de nagyon sokan segítették a munkánkat. Nem szakadtam el az egyetemtől, kapok meghívást jóvállalati gyakorlatok keretében, mondjak dolgokat a diákoknak, és ott igyekszem olyan példákat felhozni a vállalat működése során, előkerülő példákat, amik inspirálhatják őket, hogy bárhova kerülnek, akkor mik azok a feltételek, amiket ők megteremthetnek, hogy ez a feladat, amit meg kell oldani, az jó lehessen. Illetve hát az a megtiszteltetésért, hogy a korábban, amikor Gyurica Csaba professzor, rektor úr, akkor még dékánként tanácsadói testületet hozott létre, akkor igényt tartott az én szakmai tudásomra is, a versenyszférában szerzett szakmai tudásomra is, hogy mentoráljuk, véleményezzük az oktatást, az akkori oktatást a Gödöllői Egyetemen, és egy csapatot hozott létre, egy ilyen dékáni tanácsadó testületet, és most egy rektori tanácsadó testület van, amiben beválasztott rektor úr, és ha tudom, akkor segítem mindennel az egyetemi oktatást, hogy minél jobb és minél magasabban képzett agrármérnökök kerüljenek ki. 29. alkalommal rendezitek már meg az idén az Alföldi Állatinsztitút és Mezőgazda napokat. Ennek a hatalmas kiállításnak a megrendezése, szervezése, lebonyolítását nem kis energiát igényel, és hát nem kis népszerűséget hoz ez a cégnek, és hát lehet azt mondani, hogy neked is, hiszen nyilatkozatokat teszel rádióban, televízióban, újságokban egyaránt. Mit jelent neked személy szerint ennek a kiállításnak a léte? Személy szerint azt jelenti, hogy fontos és szükség van egy ilyen kiállításra, hiszen nincs könnyű helyzetben a magyar állattenyésztés, de nagyon régóta mondjuk ezt, és mégis meg kell mutatnunk magunkat állattenyésztőknek, hogy vagyunk. Az állattenyésztési kiállítások története során folyamatosan került előtérbe ez a motto, hogy kell találkozni a fogyasztónak, lássák azt, hogy milyen nehéz egy állattenyésztő élete, hogy milyen körülményekkel kell megküzdenie, és miért fontos az a magyar társadalomnak, hogy Magyarországon előállított élelmiszerek legyenek magyarországi alapanyagból, hiszen ez garantálja azt a biztonságot, azt a minőséget, amit ők megszoktak. És ez nem azt jelenti, hogy minden magyar alapanyag, minden magyar termék jó minőségű, lehetnek rossz minőségek, de a törekvés az mindenképp az, hogy minden tökéletes legyen, és azt is minél jobban, már kicsi kortól kezdve találkozzanak azzal, hogy nem feltétlen a hatékonytalan, vagy nem feltétlen rosszabb a magyar termék, és itt még egyszer visszatérve az áttenyésztés, akár növénytermesztési termékek, majd ezeknek a feldolgozott formái, hanem egyszerűen csak azért vannak versenyhátrányban, mert mondjuk más struktúrákban működik a magyar agrárium, vagy a magyar agrárgazdaság, vagy a magyar gazdaság más erővel rendelkezik, mondjuk, mint egy németországi, vagy akár egy holland, hogyha erről beszélhetünk. És ugye ezekben a szervezettség más, rengeteg előnyük van még, versenyelőnyük, amiket le kéne küzdenünk ahhoz, hogy tudjuk a versenyt tartani, de sajnos egészen addig, amíg a támogatások versenyeznek az Európai Unión belül, addig azért ez nem egy könnyű feladat. Mit csinálsz szabad idődben, amikor nem vagy vezérigazgató? Hát amikor nem vagyok vezérigazgató, akkor igyekszem akkor is a természetben kint lenni, és egyébként az egyik nagy fájdalmam azzal, hogy vezérigazgató lettem, mert még Felső Szent Ivánon sokat mehettem ki a határba is, de amióta vezérigazgató lettem, kevesebbet jutok ki, akár az áttenyésztőtelepekre, akár a határba, és hiányzik. Most már menedzser vagyok inkább, és ugye az irodába ülök, ezért igyekszem vissza a természetbe, és vadászom, nem vagyok nagyon nagy vadász, nem rohanok Afrikába, nem rohanok a világ különböző tájaira. Nekem ez inkább egy ilyen
olyan időtöltés, ami kikapcsol, ami összeköt a természettel, és nem feltétlen az a cél, ha kimegyek és kívülök a lesre, hogy legyen is annak eredménye, mert inkább az az eredménye, hogy kint vagyok és hallgatom a természet hangjait, és kikapcsolódok, és megpróbálom azt a feszültséget levezetni magamból, vagy legalábbis kiengedni magamból, amit napközben, vagy az elmúlt, azt megelőző időszakban összeszedtem. És hát a másik ilyen hobbim az a horgászat. Az azért jó, mert ott nem kevesebbet meditálok, mert azt inkább ilyen csoportosan végezzük a barátaimmal. És hát az a főzésről is szól, a fröccsivásról is szól, a jó történetmesélésekről szól, és hát azért néha egy bajai halászlé is elkészül mellette. Az egy más típusú kikapcsolódás. És aztán van egy harmadik hobbim, több nem lesz már. A harmadik hobbim pedig az, hogy kiskoromtól kezdve szőlőt művelünk a család. Édesapám kertészmérnök, tehát ezt a szeretete a szőlőnek innen van, és ezt nem is engedtük el. És az évek folyamán egy 30 hektáros szőlőterülettel rendelkezünk már, amiben mai napig édesapám 77 évesen irányítja a napszámosokat, és még dolgozik, de mondjuk neki, hogy már csak annyi dolgozzon, amennyi jó esik neki. És borokat is készítünk, több-kevesebb sikerrel, azért vannak már nemzetközi érmes, nemzetközi aranyérmes boraink is, nem könnyű kitörni a nagy pincészetek árnyékából, de mi megtaláltuk a saját utunkat, úgyhogy ezt fogjuk járni, és ott a Hajosbajai borvidéken, meg a Szekszárdi borvidéken is van területünk, onnan készítünk azokból a szőlőkből szép borokat, és aki Bajára látogat, aznak mindenkinek lesz lehetőség, hogy megkóstolja. De azért a családra már jobban odafigyelsz, mint mikor fiatal házas voltál. Odafigyelek a családra, nem könnyű. Tehát ugye, hogyha valaki karriert épít, akkor az lemondásokkal is jár. És nekem abban az időszakban esett, amikor ide kerültem Vásárhelyre, hogy a fiaim kicsik voltak. Ahhoz még kicsik voltak, hogy már eldőljön a sorsuk, de nem voltak még elég nagyok, hogy mégis lehessek rájuk hatással, mint egy apa. Úgyhogy sokat igyekeztem haza, sokszor késő este értem haza. Az is előfordult, hogy reggel elindultam, és még aludtak, reggel hajnalban, és este éjszak, amikor hazaértem, akkor már aludtak. De azért néha volt olyan, hogy ha 8-ig hazaérek, akkor azért megvárnak, és tudtam velük beszélni, és próbáltam hatással lenni az életükre, hát az édesanyjuknak köszönhetik a neveltetésüket, valamennyire én is hatással voltam rájuk, de sikerült jó fiúkat nevelni belőlük, mind a ketten egyetemen tanulnak, és eddig az volt a visszacsatolás a barátok részéről, akik együtt töltöttek a fiaimmal időt, hogy talán ez a szülői munka sikeres volt, hiszen nagyon jó srácok, ahogy szabad így fogalmazni, nagyon jó srácok lettek belőlük, és bízom benne, hogy meg fogják találni maguk életútját, és meg fognak felelni a saját maguk által kitűzött céloknak.